Erős magyar filmes mezőnyel szolgál a 16. Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál Kolozsváron. A filmek szerelmesei bőségesen csemegészhetnek a jobbnál jobb alkotásokban ma a fesztivál magyar napján. Zágoni Bálint a filmtett portál menedzsere válogatott és hozta el Kolozsvárra ezeket a filmeket, valamint a filmek alkotóit. A mai sajtótájékoztatón jelen volt a nagyváradi származású Berecki Csaba filmrendező. A Lazarov testvérek című filmjének nemzetközi bemutatója alig néhány napja volt Krakóban, és ma már Kolozsváron láthatja azt a nagy közönség. Ígéretes film ez, hiszen a rendező öt amerikai klezmer muzsikussal a zene nyelvén meséli el öt generáció zsidó közösségének történetét. Nagyon éhes voltam. Velem volt a társam, már a pénteki vetítésre is elfogytak a jegyek, akkor az érdeklődés a Berlin Állé fődíjas Testről és Lélekről című film körül. Itt van Kolozsváron a film főszereplője, Borbély Alexandra, aki a mai sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy melyek voltak a legnagyobb kihívások a forgatás idején. Egy izgalmas dokumentumfilmet is láthat a közönség a TIF idején Kolozsváron. Ez a vasgyökér, amelynek rendezője Varga Ágota egy igen sajátos technikát alkalmaz, sőt egyedi módon pszichoterapeutaként is működik a filmben. Itt van Hajdú Szabolcs rendező és töröki és orsolya színésznő is, akik elhozták Kolozsvárra az Ernellaék Farkaséknál című lakásszínház filmes változatát, amelyet Európa szerte már 80 lakásban levetített és amely Kárlovi Váriban elvitte a Kristály Glóbust. Csak néhány neves rendező és rendezés a 16. TIF Magyar Napjáról. Érdemes követni a programot és megnézni ezeket a jobbnál jobb alkotásokat. Az idei Magyar Napról készült riportunkat az Erdélyi figyelő következő adásaiban közvetítjük.